A Sárospataki Irodalmi Olvasókör minden hónapban egyszer irodalmi, történelmi vagy helytörténeti vetített képes előadásokat rendez tagjainak. Márciusban a hölgyeknek kedveskedtek. Március a tavasz ébredésnek a napja, és a tavasz kezdetének a napja, ezért mi egy olyan témát választottunk, amely nőkről szól, méghozzá a nagyasszonyokról, a történelmi személyiségek feleségeiről, és azokról elsősorban, akik a könyvek könyvét forgatták, a Bibliát. Az előadó olyan nagyasszonyokat mutatott be, akikről tudható, hogy gyakran olvasták a Bibliát. Érdekesség, hogy ezek a szent könyvek megtalálhatók a Református Kollégium tudományos gyűjteményének nagykönyvtárában. A hallgatóság megtekinthetett egy olyan Hannaui Bibliát is, amelyet Lóránffy Zsuzsanna forgatott a kezében. Nagyon érdekes a téma, nagyasszonyaink bibliái. És az is különleges, akiket kiválasztottam. Ugyanis Szécsi Máriát, a Morányi Vénuszt választottam ki, Lóránffy Zsuzsannát, Árva Betlen Katát és Török Szofit, Kazinczy Ferencnét. A választásom azért esett rájuk, mert a Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek nagy könyvtárába megvannak azok a bibliák, amelyeket ezek a nagyasszonyok olvastak és lelki épülésül szolgáltak nekik. Az érdeklődők megismerhették a bibliai kiadások egy részét, az irodalomban betöltött szerepüket, és arról is képet kaphattak, hogy a keresztény értékek milyen értékeket képviselnek a mai világban.